most nem az eget verdeste a színvonal, de hát menni fog ez. És búcsúzunk a hölgyektől, azzal együtt, hogy a vegyes párosban még ugye érdekeltek. Ott egyébként Bátorfi Csilla Zoltán bátyjával szerzett egy bronzérmet már, Tóth Krisztina pedig játszik Pagonyi oldalával a döntőben, tehát triplázhat ismét Tóth Kriszta. Kérdés, hogy mennyire frissen érkezik oda párja Pagonyi, akit most szemben láthatunk, mert neki még van egy kis dolga itt a férfi egyes fináléban, és kérem, semmiről nem maradtunk le. Egy egyes játszvállás a férfi egyes döntőben. Az adogató Varga Zoltán nyert egy szettet, nyert egyet. Pagonyi Róbert, a NAS BVSC játékosa is. Itt már három nyert szettig folyik a küzdelem. Gondolom most élőben ezt a harmadik játszmát követhetjük, aztán majd egy szűk órával később megmutatjuk önöknek felvételről a búcsú pontokat, a búcsú perceket is. Varga adogat, aki 3-0-ra vezet ebben a játszmában, 4-0-ra. Érdekes az ő személye, ő volt az, aki lemondta a válogatottságot, aztán reklamálták, hogy miért nem szerepel a nemzeti színekben. Hát egy jó Vargára szükség lenne. Azt csak zárójelbe jegyzem meg persze, hogy hol egy jó harciért, ő most sérült, egyébként nem indult, hol egy jó Vargáért sírunk, de hát igazság szerint lehet, hogy egy jó, újabb nemzedék kellene. Pedig ők is tudják, látják, milyen folyam, ez na végre. Egy kis szín, egy kis élet itt a küzdelemben. Tehát főleg egymás ellen tudnak. Pagonyinak külön kis tábora van, nagyon népszerű ez a bőrcsek is fülbevalós vagány srác pingpongosok között. És hát játszani is tud. Igazi nagy eredménnyel ő is adós, volt egy időszak, amikor közelebb volt a tűzhöz, őt is úgy, ahogy próbálták menedzselni a nemzetközi versenyeken. Igazából nem futott be, ezt el kell mondani. De milyen érdekes, hogy egy edzőváltozás, mennyit segíthet. A Herendi Lipovics kettős a BVSC-ben. Hát, mit mondjak, rendesen ráncba szedte, és már tavaly is jöttek az eredmények, most pedig Nolám itt van az országos bajnokságban, a döntőben. Hat négy tehát Varga Zoltánnak. És milyen fonákja van, most kiáll tenyeresre, és ez már pontot is hoz neki. 7-4. Korrekt módon elnézést kér, hálóról lecsurgó labda zavarta meg Pagonyit. 8-4. Varga vezet. De ügyesen fordított Pagonyi, mégsem lett belőle pontja. Húj, de gyönyörű volt! A szerva is jó volt. Na nézzük! Pagonyi hatalmas erővel, és hát, hogy finoman fogalmazok, nem arra az oldalra, ahova Varga várta. Szép volt. Ezért van az, legyünk őszinték, hogy sokan még mindig jobban szeretik a férfi pingpongot, a férfi asztali teniszt, még akkor is, hogyha ebben mostában nem érünk el olyan szép nemzetközi sikereket, mint a női pingpongban. De tény, hogy itt gyorsabb a labda, nagyobb a küzdelem, és mindenféleképpen nagyobbak az ütések.
Varga is át tud indulni egyből a szervára. 11. pontját szerzi vele. De nem csak egyből tud ráindulni, hanem hogyha kitartóan kell küzdeni, akkor is. Üti, itt már Pagonyi dobálni kényszerül. És megint egy udvarias elnézést kérés. De megvan a pont, és megvan azóta a 13. is. Pagonyi nem véletlenül megy el azonnal törölközni. Kicsit össze kell, hogy szedje magát. Egyébként ő is nagy sorozat után van, közben a Julius Menny díjai a háttérben. Nem lehet panasz, amúgy 500 000 forint pénzdíjat is szétosztanak most az asztali tenisz bajnokságon. Szóval Pagonyi először a csabai konzervversenyzőt Urbánt verte 3-0-ra, aztán azt a linci aranyosit 3-1-re, akit sokan már leírtak, túlsúlyosnak, túlöregnek mondtak, de hát más nem mondjak, az egykori miskolci versenyző legyőzte Ficseket, szintén korábbi magyar bajnok. No, aztán Pagonyinak következett az a Merz, aki korábban meg német Károlyt verte. Azt hiszem, ezek jó ajánló levelek. Az elődöntőben pedig Pázsi ellen diadalmaskodott 3-2-re. Tehát imponáló Pagonyi eredménylistája. Még akkor is, ha most 7 pont a hátránya, Varga áll jobban. Tudám a másik oldal is. Varga adogat. Igen, és ezen a színvonalon már nem lehet ilyen magasan visszaadni a labdát. Kicsit ügyetlenkedni a szervafogadásnál, mint ahogy azt most Pagonyi tette. Varga azonnal kihasználta. Azért van most már reklám rendesen a pingpongozókon is. Eladható egyre inkább ez a sportág is. Szép volt, szó se róla. Közben újabb Varga pont, 18-9. Ez már eldőlt, 10 közte. De Pagonyi azt nem tűrheti, hogy ne jöjjön ki a macsból, az nem csak a játszótéren szégyen. Varga Zoltánnak. Játszmalabda, jön is a Bravo Zoli a papától. És 21-11-re, mégiscsak 10 közted, a macsból azért kijött Pagonyi. 21-11-re Varga Zoltán nyeri ezt a szettet. Így az is lehet akár, hogy 10 percen belül befejeződik a férfi egyes finálé, hiszen 2-1-re vezet Varga Zoltán, és pillanatokon belül folytatják a küzdelmeket. Látják itt Varga Zoltán és edző édesapja, a háttérben pedig Pagonyinak kínai edzője a tanácsot, de Herendi és Lipovics mester is ott ül. Vargáról egyébként annyit, hogy először szintén egy NAS BVSC pingpongozót, Potpinkát vert 3-0-ra. Potpinka, ugye ismerős ez a név, ismerős onnan, hogy van egy ilyen nevű belga válogatott, Klampár Tibor unokaöccse. Na most mondanom se kell, hogy ez is a Klampár pingpong familiát gazdagító Potpinka. Fiatal tehetséges játékos, most ugyanúgy kikapott a 16 közé jutásért Varga Zoltántól 3-0-ra. Aztán klubtársa Turbók ellen küzdött Varga.
Láthattak ebből néhány poént a tegnapi Telesportban, 3-1-re nyert, aztán egy szép skalp, Gárdos Krisztiánt verte 3-1-re, az Innsbruckban profiskodó magyar játékost. És az elődöntőben szintén Nas BVSC és ellenfele volt Vargának, kijut most neki a Szőnyi útiakból, Marsit verte 3-0-ra. Azt a Marsit, aki korábban Varga Sándort, az első helyen kiemelt korábbi bajnokot búcsúztatta, az is 3-1 volt. Na nézzük, hogy itt lesz-e 3-1. Hiszen lényegében az utolsó, vagy az utolsó előtti izgalmas nagyjátszma ez az országos bajnokságon. És tessék, most Pagonyi vezet 2-1-re. Pagonyi egyébként valamikor a postásban is küzdött, de milyen érdekes, hogy míg korábban a postás uralta a mezőnyt, most ugye nem igazán szerepeltek jól a Róna utcaiak, Németh Károly már eligazolt onnan, Varga Sándor ugye kikapott Marsitól, kiesett Bátorfi Zoltán is, őt Demeter verte. Egyébként, ha már itt tartunk, Demeter kecskeméti, és két vidéki is volt a legjobb 8 között, Demeter Kecskemét színeiben, illetve ott volt még a Germán RT, a Ceglédi klub játékosa. Tudják, ez egy fura klub, ugye Cegléden nagy hagyományai vannak az asztali tenisznek, ha nem is megyek odáig vissza, hogy Karsai, Kudelik, Réti, stb. Péter Ali játszott ott, hanem csak odáig, hogy Harci Zsolt, azt is tudják. Kiskunfélegyházán meg a bajnok csapat borulni látszott. Na lényeg az, hogy akkor jött létre ez a Germán RT. Ez a Ceglédi klub, amelynek képviseletében Merz remekelt itt, Németet verte 3-2-re. Na, most meg Pagonyi vezet 6-1-re. Hú, de azért nagyon tud Varga Zoli is. Azt ne várják, hogy lefordítsam, hogy mit kiabál Pagonyi, ilyen csuh, meg já, de akár csukjának is érthetjük. Minden esetre nagyon lelkes, nagyon tudja hergelni magát. 8-2. Gyors játszmának néz ki. Hú, és gyors játéknak. Teniszben azt hiszem, erre azt mondanánk, hogy az oldal folyosón elüti. Elbizony. Tíz-kettő. Az előbb 10 pont különbséggel veszített el azt a szettet, és akkor sittet üt, ahogy mondják a pingpongosok, amikor már... Hát szóval Brahide. Hát ehhez azért kell csukló, ehhez azért kell kéz, kell bátorság, kell tudás. Ott a háttérben látnak egy joviális urat, bordó mellényben, kék ingben, arcizma se rándul, de azért tetszett neki a dolog. Na most ez azért lényeges, ott ülni hátsó sorban a szakállas úr, mert ő Asztalos István, és ő a szövetségi kapitány. Egyébként, miközben 11-4-re vezet Pagonyi, csak érdekesség, előástam egy régi szakdolgozatot, 1985. május 30-a a dátum, a pörgetés fejlődése és változatai a témája, és a dolgozat szemléletesen, szakszerűen foglalja össze mondani valóját, csak idézem a hivatalos TF záródolgozat értékelést, és leírja, hogy a különböző pörgetések, technikai végrehajtásának módjai, a kiinduló helyzetek, a mozgás, mindez milyen fontos, és hogy ezt milyen jó lenne megtanítani a magyar asztali teniszezőknek. Na most kérem, szerzője bizonyos Asztalos István, aki Jónyer Gergely Klampár idejében kiváló játékos volt, és mindenféleképpen
az egyik legjobb játékos volt, és most szövetségi kapitányként hát egy kicsit küszködik. Na, küszködnek a küzdőfelek is. Kérdezem kollégáimat, hogy az eredetileg megbeszélt 11 óra 55 percnél 1-2 perccel mehetünk-e tovább, de ha nem, akkor természetesen bármelyik pillanatban fő az adásfegyelem, visszakapcsolunk, például egy következő szervacserénél, törölközésnél. Most Pagonyi vezet 13-7-re, és nagyon jól játszik. És önök természetesen nem maradnak le sem poénról, sem eredményről, hiszen amit esetleg mostani délelőtti adásunkban nem tudunk megmutatni, az az esti telesportban mindenféleképpen helyet követel magának. Hát igen, azért minden nem jön be. Csalóka, ez persze néha itt kivágódik sok-sok méterre a labda, látszólag milyen hiba, hogy nem az asztalra megy, pedig 1-2 milliméteres hibáról van szó, hogy nem az ütő lapjával, a szofttal érintkezik a labda, pörgetésnél ugye milyen vékonyan, hanem az ütő éléhez ér, és onnan vágódik ki. Pagonyinak van miből kockáztatnia, hiszen 7 pont az előnye, még így is elüthet 1-2 labdát. Most már azt hiszem mind a ketten a döntő játszmára koncentrálnak. Ott lesz az igazán nagy küzdelem. Hú, sül Pagonyi keze! Miket üt? 17-9. Ez Pagonyi szettje. Emlékeznek, az előbbi játszmában azon sírtunk, hogy kijön-e a 10-ből, kijön-e a macsból. Erre most meg ő vezet 9 ponttal. Azt akartam mondani, hogy na, ezt megöli Varga. De már aztán nem volt benne igazi tűz, meg lelkesedés, meg már ő is felejteni ezt a szettet. Pakonyi meg a közönségnek játszik. 8 pont az előnye. Ezt is elérte még. Ezt onnan meg már fonákkal nem tudta fölkanalazni. Döbbenetesen jó a fonákja. Húsz-13, maradt még játszma labdája. Bőven. Meg is nyeri, 2-2 a döntőszetről később, most meg olyanok vagyunk, mint a svájci óra, a megbeszélt időben visszakapcsolunk. Mintha csak most kezdődne a férfi egyes döntő, hiszen 2 szettet nyert Varga Zoltán, 2 játszmában diadalmaskodott Pagonyi Róbert, és most itt van a mindent eldöntő 5. egy messzcserével, senkit ne zavarjon meg, aki látta korábbi adásunkat. Ott Varga Zoltán még feketében volt, de most átöltözött gyorsan. Hát tény, hogy megizzasztotta őt Pagonyi, aki most az első pontot is szerzi. Hát azért minden még nincs rendben a toalettel, de most már. Varga Zoltán adogat, az Eleri Malév versenyzője. És második pontját szerzi, hallják, csú, kiáltással nyugtázza Pagonyi Róbert a NAS BVSC-ből. Nagyon tud küzdeni ez a fiú. Itt is elveszít egy szettet úgy, hogy 10 pont közte. Aztán meg a következőben. Úgy tűnik, hogy ő nem engedi ki a macsból ellenfelét. A
hogy itt el kellett, hogy menjen a kerítés mögé. Amúgy a adogató gépből kiszálló labdákat védik ezek a sárga hálók. Nem bírom ki, ha már erről volt szó, hogy miközben itt van ez a csodás terem, a statisztika Metalloglobus, még egy ideig Metalloglobusnak hívják. Terem a Marcibányi téren, hamarosan indul-e, épül egy új asztali teniszcsarnok, Sidó Sport palotának fogják hívni valószínűleg, a Jégszínház mögött épül föl. Dr. Harcsár István, az OTSH elnöke, államtitkár úr, csak zárójelben mondom, egykori válogatott versenyző, edző, és az Asztali Tenisz Szövetség volt elnöke. Szóval az ő nevéhez kötődik, akárhogy is, hogyha ezt egy bizottság szavazta is meg, hogy ha minden igaz, akkor bő egy év múlva talán már igény át is vehetik az asztali teniszezők ezt a minden igény kielégítő termet. Kell is, mert kell, hogy új pagonyik nőjenek föl. 5-1 hatalmas lendülettel kezdett, remekül hergelte magát. És nagyon tud pingpongozni. Kérdezhetik, hogy hol volt eddig ez a fiú az elmúlt években. Miért nem futtatták őt, miért nem vittük a nemzetközi versenyekre most, amikor ugye kikaptunk az olaszoktól a Szuperligában, miért nem kerül szóba Pagonyi neve? Hát a kérdés tényleg fölmerülhet, de az igazsághoz azért hozzátartozik, hogy próbálták őt menedzselni, vitték nemzetközi versenyekre, de hát, hogy finoman fogalmazva, hullámzott a formája. Néha talán nem is vette igazán komolyan a pingpongot, de most megkomolyodott a NAS BVSC-ben. 8-1-re vezet. Igen, ez túl rövid volt ez a labda, már nem tudott rá beugrani. És hogy most milyen fölényben van Pagonyi, persze ez pingpong, itt minden változhat. Azt jól jelzi, hogy Varga apuka, Varga Zoltán edző, édesapja, nem kiabál legfeljebb néha az öklét mutatja, nem dühében, hanem csak próbálja fiát is hergelni, küzdésre biztatni. Szóval most megy Pagonyi, megy Pagonyinak. Varga Zoltán adogat. De hát Pagonyi rendesen elküldte őt. Mármint oda a másik oldalra, úgy értem. Térfélcsere. Döntőjátszmában vagyunk ugyanis. 10-2. Most már extázisban van, most már elkapta a fonalat, most már megy a hajó. Tizenkettő-kettő, 10 közte. Varga Zoltán. Fuhúj! Hát ezt tanítani kell. Pontosan oda az asztal csücskére, szerintem már a fehér vonalra. Hát pedig ugye csúszára nem lehet direkt játszani. Nagyon szépen kitette. Elérhetetlen volt. Kész, transzba van. Csak a hálóval nincs jóban. Igen, 5-3. Félelmetesen nagy különbség az országos bajnoki döntőben. Ott is az ötödik játszmában. 13 pont közte. 17-3. Hihetetlen, hihetetlen. Kis röpke kitérő közben. És azért nem minden papsajt.
Újabb pagonyi pont. Igen, ez is Pagonyi, aki túl pörög, túl lelkesedik. És ilyenkor megtorpam. Meg ez is Pagonyi, akinek szenzációs a csuklója, most is döbbenetes fonákat üt. Nem tudom, hallják-e, hogy szépen fejezd be ezt a versenyt, szépen. Magának mondja. És megfogadja önnön tanácsát. Most már asztalos kapitány is előredől, meg most már ő is mosolyog. 10 mérkőzés labdája van. Az elsőt elüti. Látta, hogy ebből nagy poént nem tud csinálni. Kicsivel nem akarja befejezni. Hadd menjen. Szegény Varga Zoli csak tisztál. És végül is kicsivel fejezi be Pagonyi, de egy nagy örömmel, mert nagy bajnokok sorába lép, hiszen Magyarországon asztali tenisz országos egyéni férfi bajnoknak lenni, azt hiszem, hogy tud örülni, nagyon nagy rangot jelent. És ezt a rangot vívta ki magának most Pagonyi, kőkemény munkával, hiszen legyőzte Urbánt, Aranyosit, Mercet, Fázsit, és kiütötte Varga Zoltánt. Az új magyar bajnok, talán egy leendő válogatott? Pagonyi az válogatott, Varga Zoli az nem válogatott. Igaz, helyesbitek, szóval miért csak kerettag? Eddig tulajdonképpen az eredményei azt igazolták, hogy nagyon jól játszott a magyar versenyeken. Még nemzetközi versenyeken nem tudtam lemérni, mert az egyeset nem biztosította számára azt a összeget, ami az indulással szükséges lett volna. Tehát magyarán a szövetség őt nem utaztatta volna, a klubnak kellett volna fizetni? Többször előfordult volna, hogy a klub nem áll anyagilag olyan jó helyzetben, hogy ezt tudtam volna biztosítani. De az nem merül föl, hogy a magyar bajnokot jó lenne, ha kivinni a szövetség? Most a következő horvát nemzetközire a BVSZ biztosítja számára azt az összeget, ami ahhoz kell, hogy kiutazzon, úgyhogy ott szerepeltetését meglátjuk, hogy játszik. Remélem most ezzel bebizonyítottam, hogy lehet rám számítani. Eddig vajon miért nem számítottak? Hát mert végülis volt eredményem, csak nem tudom, miért nem számítottak rám, az én nem tudhatom, sajnos. Biztos azért nem számítottak rám, mert azt hiszik, hogy ha végül is kivisznek egy versenyre, egy nemzetközire, ott is balhézik a Pagonyi, de ez nem úgy van. Nem vagyok én annyira balhés, szerintem. Néha balhézom egy kicsit, de csak muszáj, hogy jobban hergeljem magam a játékra. Nagyon le vagyunk maradva Európától, úgy érzem, még a középmezőn köz is kapaszkodnunk kell, és ha nem vigyázunk, akkor egyre inkább le fogunk maradni. Nagyon mindenkinek minden elére szükség lenne ahhoz, hogy ez az űr, ami a élmezőn is köztünk van, ez nem még nagyobb űr legyen, hanem kicsit közeledjünk Európa élmezőnyéhez. Itt tapsoltunk, lelkesedtünk, kiabáltunk, egy-egy szép poén láttam, de ez kevés, amit most láttunk, szóval ne értékeljük túl? Ez egy csalóka, mert a játékosok nagyon sokszor játszanak egymással, nem ismerik egymást. Ez a mérkőzés volt talán 20. vagy nem tudom, 25. egymáson talán. Kicsit bemutatózás, ha élesbe is? Hát nem is bemutatózás, de ismerik egymást. Jön egy másik, aki egyszer játszanak egy évbe, és akkor más szervák vannak, más adagadások, más fogadások, mást játszanak. Lényegesen nehezebb a dolgunk. Szóval ez csak egy kis enyhe mosoly itt a, hogy mondjam, a bajusz alatt az arcunkon. Sajnos így van. Pagonyi arcáról le nem fagy a mosoly, de hát nem is lenne rá oka, hiszen remekül játszott, remekül küzdött. Váradi Ura szövetség alelnöke is alig, hanem ezt ecseteli neki. Hozzáteszem, pénzdíjjal is jár, ma már ez a győzelem, és egy nagyon sportszerű, érdekes mondat még itt hadd kerüljön képernyőre, hadd kerüljön az önök fülébe is. Edző, a BVSC edzői kollektívája így hangzik el, tehát nem emeltek ki senkit, hiszen valójában csapatmunkába kezdtek ott a BVSC-nél, szereztek a Szőnyi útiak szponzort is, és ha ma már nem is Gergelyek, Takácsok, Rózsások, Börzseik játszanak ott, nem egykori világ és Európa bajnokok, de ismét nagyon jó munka folyik, és egy szakosztály ismét talpra állt. Az Ellerima lév ezzel együtt a bajnokság egyik esélyese most képviseletében Varga Zoltán a második fokon a dobogón, itt a Julius Main Klubba eredményhirdetésénél. A harmadik helyen pedig
Marsi szintén a NAS BVSC-ből, óriási sikere ez a zuglói klubnak, a Herendi Lipovics kettősnek, és ne feledkezzünk el a kínai edzőről sem, és Pázsi Ferenc, aki csak 3-2-re kapott ki Pagonyitól az elődöntőben. Azért érdekes, hogy kiestünk a Szuperligából, és ebből a 4 fiúból csak egy kapott ott szerepet ezen a mérkőzésen a párosban. Lehet, hogy ezután kicsit másképp lesz?